Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök sportmagazinunk eheti adását látják. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség pénteken megtartotta a kispályás labdarúgó bajnokság 2013-2014-es szezonjának eredményhirdetését. A csapatok mellett díjazták a legjobb játékosokat is. Engedjétek meg, hogy sok szeretettel üdvözöllek veleteket a Dunaújvárosi Önkormányzat nevében, és egyben gratuláljak ehhez a nagy létszámú kispályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatoknak, akik közel 1500-an jártanak Dunaújvárosban, és nagyon örülök neki, és büszke vagyok rátok. Hinnyi László önkormányzati képviselő nyitotta meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség díjátadóját. A rendezvényen kihirdették a Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013-2014-es kiírásának végeredményét, valamint díjazták a legjobb játékosokat. 17 év után megszerezte a bajnoki címet, így Dunaújváros bajnok csapata lett. Nem más, mint a Dunafer Vasas együttese. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság legmagasabb osztályát megnyerő Dunafer Vasas játékosát, a korábbi NB1-es labdarúgót Sranc Balást választották a szezon legjobb játékosának. Mi egy nagyon baráti társaság vagyunk, amit az Imre összehozott, és mi egymásért nagyon szeretünk küzdeni, és nagyon tudunk is. A szezon legjobb játékosa mellett a gólkirályt is a bajnok csapat adja. Jenei Otto 25 góllal segítette aranyéremhez a Dunafer Vasas együttesét. Büszke vagyok, igen, mert a csapatunkban elég neves játékosok játszanak, és nem is azt mondom, hogy nem is a többi csapat játékosait nagy dolog megelőzni, hanem a saját csapatomban szereplő játékosokat nagyobb dolog megelőzni. Látod, én egy gonosz dagadt Pali vagyok. Éppen ezért rossz kérdésem is van. Miből született ez a rengeteg gól? Szám szerint mennyi? 25 gólt sikerült összehoznom a rájátszás és az alapszakaszt, ha egybe vesszük. Hogy sikerült? Hát sok támadás, sokszor én értem oda a kapu elé jó helyre, vagy nekem volt szerencsém, de volt távoli lövés is, összetett dolog. Igazából mindenféle gól sikerült. Hát nem arról volt szó, hogy lövettek veled egy sor büntetőt, hogy ami majdnem tuti. Nem igazából. Annyira nem, hogy az utolsó meccsen, vagy az utolsó előtti utolsó meccsen például büntetőhöz jutottunk, és érugtam. Igaz, nem ment be, de... Megnyúztak érte? Dehogy is, nem. Mondtam, hogy ez egy baráti társaság. 3 gólt lőtt azon a meccsen, úgyhogy nem nyúztuk. Le a kalapokkal. Jó, azt mondja, hogy bajnok lesz a csapat, de azért valami árat kell adni. Itt vannak tréningek is? Nincsenek. Mindenki edz valahol, mindenki külön edz, focizunk. De mint így csapat, egy héten egyszer jövünk össze itt lent. Külön edzéseket nem tartunk. De ez hogy lehet? Mi az akadálya van neki? Igen, mi Budapestről járunk le többen, helyi játékosokkal kiegészülünk. Minden játékosunk vagy futszálozik, vagy nagypályázik, tehát külön komoly terhelést kapnak a játékosok, és... Már nincsen külön időnk arra, hogy még edzést is együtt tartsunk, ezért csak a mérkőzésekre jövünk össze. Adítsatok már, hát akkor hogy néz ki egy taktikai értekezlet? A meccs előtt leülünk és megmondjuk, hogy a zöldeket kell megverni, ennyi? Hát igen, ha nem zöldbe, akkor fehérbe vannak, de nagyjából erről szól, igen. De hát játszotok többféle csapatban. Azt fölteszem, hogy többféle iskola esetleg stílusban is különbség, és hogyha futszál is van, kispálya, esetleg nagypályáról beugrik valaki. Hogy lehet ezt összerakni? Nem is tudom, hogy erre mit mondjak. Tehát tényleg annyira ismerjük egymást, fociztunk is együtt régebben. Tudjuk azért egymás gondolatát is szinte, tehát amikor a pályán vagyunk, akkor megoldjuk a nehezebb feladatokat is. Valószínűleg bármilyen labdarúgó pályán egy jó góllövő lennél. Te voltál valami élcsapatnak a tagja? Nagy pályán nem futottam be nagyobb karriert. A Balázs NB1-es futballista volt. Én futszába töltöttem inkább a több időt. Ott sajnos bajnokságot még nem sikerült nyernem, de ott is voltam már előkelő helyen a gólkirályi címért. Sajnos ott megnyernem nem sikerült meg. Nem fáj a szívetek, amikor nézzünk mondjuk 3-an egy meccset, a magyar válogatott játszik való, és összenézzünk, hogy hát azért ezt mi is jobban megoldanánk. Nem jut eszedbe, hogy nekem ott lenne a helyem?
Nagyon sok barátunk játszik egyébként a magyar válogatottban, igazából szinte ismerünk mindenkit. Szerintem ez szerencse kérdése. Balázsnak mondjuk nagyobb lehetősége volt ahhoz, hogy bekerüljön a válogatottba, mert azért van a lábában NB1-es mérkőzés. Azért néha igen, néha azért szoktunk csettinteni, hogy hát azért el lehetne ott focizni. De sok mindentől függ nagyon. Hingyi László önkormányzati képviselő maga is veretes sportmúlttal rendelkezik, éppen ezért kiemelten fontosnak tartja nem csak a professzionális, hanem az amatőr, illetve a tömegsportok helyzetét is. Örülök neki, hogy ilyen díjátadáson részt vehetek, mert annak idején 1968-tól én is aktívan futballoztam a kispályás labdarúgó bajnokságban, még meg nem nősültem, illetve utána is még 35 éves koromig, még egy sérülést meg nem gátolta a további pályafutásomat, és örülök neki, hogy azóta is aktívan él ez a sport Dunaújvárosban, sőt egyre több embert mozgósítanak ebbe. És ez nagyon öröm, hogy nem csak a minőségi sport népszerű Dunaújvárosban, hanem a tömegsport is. Bár még csak most ért véget a kispályás labdarúgó bajnokság 2013-2014-es kiírása, a DLS munkatársai már a következő szezonra készülnek. Már dolgoznak a munkatársak, már a jövő évi versenykírást ki is írtuk, a csapatoknak elküldtük, folyamatosan dolgozunk, mert hiszen augusztusban most már kezdődik a bajnokság, tehát egy hónap pihenő van, de addig se pihennek, hiszen minden héten szinte különböző nyári kupákat, strandfocit az önkormányzat támogatásával rendezünk nekik a Szalki-szigeten. A Markó Lajos kispályás labdarúgó bajnokság 2013-2014-es kiírásában 7 csoport 71 csapatának mintegy 1500 játékosa mérkőzött meg egymással. Úgy érzem, igazi nagybetűs csapata van a városnak, mondta Cserna Gábor polgármester a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia szezonnyitó sajtótájékoztatóján. A rendezvényen bemutatták az együttes új igazolásait, valamint ismertették a csapat nyári felkészülési terveit. Kedves vendégeink, tisztelt megjelentek, szeretettel köszöntök mindenkit. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 2014-2015-ös bajnoki szezonnyitó sajtótájékoztató értekezletén. Szemenyei István köszöntötte a megjelenteket a DKK a szezonnyitó rendezvényén, majd értékelte az előző szezont, végül a játékos keretet érintő változásokról beszélt. A tavalyi keretből 6 játékos távozott, a két kapus Pisák Renáta, Csapó Kira, valamint Takács Fruzsina, Kopec Barbara, Vadász Ildikó és Kővári Barbara. Elköszöntük tőlük a záró eseményen, és megköszöntük azt a hosszabb, rövidebb munkát, ki mennyit töltött az egyesületnél, amit annak érdekében fejtettek ki, hogy a Dunaújvárosi kézilabda megőrizze színvonalát és hírnevét. Reméljük, hogy a további pályafutásukban valamennyien sikeresek lesznek, és a magánéletük is úgy alakul, ahogy szeretnék. Természetesen már korán tavasszal megkezdődtek a tárgyalások az erősítésről, az új igazolásokról, akiket szeretnék most akkor hivatalosan is bemutatni. Tőlem haladunk ülésrendbe, hogyha nem mindenki ismerné még az új játékosokat, de gondolom, hogy ez néhány hét, hónapon belül már ugyanolyan ismertek lesznek, mint a régiek. Az egyesület már a tavasszal megkezdte a tárgyalásokat, hogy megfelelően tudják pótolni a távozókat. Ennek köszönhetően a következő szezonban már a dunaújvárosiakat erősíti Azari Fruzsina, Takács Bianka, Nagy Éva, Kamper Olivia, illetve Trifa Ágnes is. Dunaújvárosban évek után egy 4 éves, 5 éves munka úgy érzem, hogy beérett, és van egy csapata, egy igazi nagybetűkkel írt csapata, női kézilabda csapata ennek a városnak. A rendezvényen Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatát városunk polgármestere Cserna Gábor képviselte. Mint mondta, a korábbi évekhez hasonlóan a városvezetés továbbra is támogatja az együttest. A Dunaújvárosi Főiskola, mint pedig az önkormányzat úgy gondolja, hogy méltán és felelősséggel tudja a nevét adni a Kézilabda Akadémia valamennyi csapatának, még akkor is, hogyha a szurkolók leginkább ugye nyilván felnőtt csapatra helyezik különösebb mértékben a tekintetüket. Ezt követően Máté Fieszter, a felnőtt csapat vezetőedzője értékelte az elmúlt szezont. Mint mondta, a munkának, a megfelelő alázatnak, valamint az egymás iránti tiszteletnek köszönhető a tavalyi 4. hely. Egy pillanatra tekintsünk vissza,
és utána pedig kezdjük el a munkát, ha bár már elkezdtük, és készüljünk fel ugyanolyan becsülettel a következő szezonra. A 6 hetes pihenő után az együttes az elkövetkező 8 hétben az előttük álló szezonra készül. A napi 2 edzésen felül 14 mérkőzést játszanak Máté Fieszter tanítványai, július 27-én pedig 1 hetes dániai edzőtáborozáson vesz részt a dunaújvárosi csapat. Július 9-én szerdán 10 órakor kezdtük el a felkészülést 20 játékossal, tehát belettek mutatva az újonnan igazolt játékosok. Még egy pár fiatal játékos csatlakozott a csapatunkhoz, saját utánpótlás nevelésünkből és más helyről is igazoltunk. Megfigyeljük őket, aztán meglátjuk, hogy sikerül beépülniük a felnőtt csapatba, vagy nem. A felkészülésünk során 14 edzőmérkőzést fogunk játszani. 2 tornán veszünk részt, egyrészt a Kohászkupa, hát nem tudom, ez lesz a neve vagy nem, de a Kohászkupát rendezzük itthon Dunaújvárosba, valamint Vácon egy 5 csapatos tornán veszünk részt, ott 4 edzőmérkőzést fogunk játszani, a többi pedig hát más csapatokkal itthon meg idegenben is megmérkőzünk, szolgálják a felkészülésünket. Július 27-től augusztus 3-áig Viborban egy edzőtáborban veszünk részt, hát azt fogja, hogy megalapozni ugye az egész szezont, vagy legalábbis ugye az első részét a szezonunknak. Ott is 2 edzőmérkőzést fogunk játszani, egyrészt a kínai csapattal, a kínai válogatottal, másrészt pedig a Viborgal. Utána hazatérve pedig folytatjuk az edzőmérkőzéseket. Az együttes remek tavalyi szereplésének köszönhetően kijutott a nemzetközi porondra, így a magyar bajnoki és kupamérkőzések mellett az EHF kupában is megmutathatják tudásukat Ferlingék. Két arany, valamint egy ezüstérmet szereztek a Grácia Bára brazil jiu-jitsu klub sportolói a Global Grappling elnevezésű országos viadalon. A Dunaújvárosi Egyesület első versenyén vett részt. Mészáros Márk és edzője mutatják be a jiu-jitsu alapvető fogásait, a mindössze 16 éves versenyző élete első megmérettetésén rögtön aranyérmet nyert. Másfél éve üzem a brazil jiu-jitsut, és első versenyen volt az életemben, meg vagyok elégedve magammal, teljesen sikerült nyernem, dobogó tetejére tudtam állni, nagyon meglepődtem, mert nem készültem erre, és hát ennyi. Hogyan érzed, mennyire számít a mentális felkészültség ebben a sportban, mint küzdő sportról van szó, ugye? Számít a mentális felkészültség is, de inkább szerintem a technikai magabiztosság fontos, mert amit volt ott egy meccs, egy kis ember meg egy nagy ember ellen, és a kis ember megvert a nagy embert. A technikai felkészültség szerintem sokkal fontosabb, mint a mentális képesség, de az is nagyon fontos. De hogyan érzed, mi az, amiben még javulnod kell? Erőben, erősödnöm kell nagyon sokat. Meg persze technikában még határcsillagosség, végtelen számú technika van. Berta Viktor a 105 kilós kategóriában a második helyet szerezte meg, annak ellenére, hogy a döntőben fölülmúlta ellenfele elégedett a versenyen való szerepléssel. Hogyan néztek ki az indulók, illetve milyen súlycsoportok voltak? Az én súlycsoportom volt a 105 kiló, ez azt jelenti, hogy 95 kilótól 105 kilóig. Az én ellenfelem, én vagyok 100 kilós, ő 3 kilóval volt nehezebb nálam. Jelentősebb erőfölényben, meg átlagában jellemző volt, hogy a mi csapatunknál nagyobb fizikai erővel rendelkeztek, azonban a technika a társaimnál is mutatkozott, hogy legyőzte az erőfölényt, úgyhogy így szerepeltünk ennek köszönhetően. De hogyan látod, mennyire technika, illetve mennyire számít az, hogy valaki milyen felépítés, úgy ezt mondtad is az előbb, lehet ilyen százalékos arányt mondani, ez hogyan oszlik meg nálatok? Igen, van óriási jelentősége a technikának is, és az erőnek is, mert ha jól dolgozik az ember, akkor technikával megnyeri a versenyt. Azonban, hogyha elég erős, az én ellenfelem is olyan volt, hogy földre szorított, nem tudtam ellene semmit csinálni, mert ügyes volt, jól szorított le, erős volt, de azonban nem volt annyira technikás, de megcsinálta jól, és ennek hála ő nyert. Kindle Gergő az egyesület legfiatalabb versenyzője, aki aranyérmet szerzett a dombóvári viadalon, a döntőben pontozással győzte le ellenfelét. Gergő számára nem idegen a küzdősportok világa, hiszen korábban judózott is. Én örülök ennek a jelzésnek, és minél magasabbra szeretném tenni magam, tehát a mércét.
A Dunaújvárosi Egyesület először vett részt több versenyzővel egy országos rendezvényen. A tornán nem csak a jiu-jitsut képviselő versenyzők indultak, hanem több birkózó és judós is megmérettette magát. A jiu-jitsu azon kevés küzdősportok közé tartozik, ahol a fizikai erőnél sokkal fontosabb a technikai felkészültség. Ez abszolút észmunka. Emberi saknak is szokták nevezni, mivel hogy nem az erőn múlik a győzelem, hanem a taktikán. Tehát ugyanúgy, mint a sakba, attól függ, hogy ki nyer, hogy egy bizonyos szint után, hogy mennyire tud előre gondolkodni. Küzdősportról lett legyen szó, mennyire tekinthető ez sérülés veszélyesnek? Hát azt hiszem, hogy ez az egótól függ. Úgy csináljuk a küzdelmeket, hogy ha normálisan végigvinnénk a technikákat, akkor abból ízületi sérülés vagy törés lenne, viszont nem kapkodjuk el, tehát hagyunk a másiknak időt arra, hogy amikor érzi azt a fájdalomszintet, ami után már a sérülés jön, akkor feladja a küzdelmet egy kopogással. Elő szokott fordulni sérülés, de azért, mert nem akarja a másik föladni, és a legvégsőkig feszíti a húrt. Ha ez nincsen, akkor igazából nincs sérülés veszély. Versenyen is ebből szokott lenni sérülés. Mennyire tud az ember ilyenkor úgymond józanul gondolkodni, hiszen ha belegondolunk, ugye tényleg az embert ugye a lelkesedés, a szív viszi előre, és mégis beismerni azt, hogy a másik jobb volt, erősebb volt, és mégiscsak lekopogni. Ezt hogyan tudja egy ember magába lejátszani? Itt az történik, hogy lejön egy izmos nagy darab ember, akár, és itt egy tinédzser legyőzi, aki már van azon a szinten, és sokan nem tudják feldolgozni ezt. Aki marad, az megtanulja, aki pedig ezt nem tudja feldolgozni, hogy sokáig sajnos ez lesz a felállás, az pedig továbbá. De itt abszolút tényleg az van előnyben, aki félre rakja az egóját, és tanul. Azt szokták mondani, hogy vagy kopogsz, tehát legyőznek, vagy tanulsz. A Global Grappling egy új versenysorozat, amely idén indult. A Dombóvári Viadalra 14 klub mintegy 150 versenyzője nevezett. Sportolóknak szervezett véradást a Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete. A rendezvény célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a társadalmi segítségnyújtás fontosságára. A szükséges eszközöket pakolják be a Dunaújvárosi Sportcsarnok kistermében rendezett sportolói véradásra a Vöröskereszt munkatársai. A véradáson számos Dunaújvárosi Sportegyesület képviseltette magát, köztük a bajnoki szezon negyedik helyen záró Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Miért tartjátok jó dolognak úgymond segíteni az embertársakon, és mit gondoltok magáról ugye a véradásról? Hát én azt gondolom, hogy ez azért jó, mert sok olyan ember van, akinek szüksége van erre, és úgy gondolom, hogy jó dolgot tenni, cselekedni, az mindig pozitív. A személy szerint magamnak is, és másnak is, hogy tudunk segíteni a bajban lévő embereken. Mátyás Gábor, a Dunafer ESE birkózó szakosztályának szakmai igazgatója is részt vett a sportolói véradáson. Milyen érzés túl lenni így a véradáson? Hát megmondom őszintén, hogy ez volt az első, és igazából nem tudtam, hogy milyen, ugye vért vettek már sokszor. Hát jó érzés, mert valakinek valószínűleg tudtam segíteni ezzel. Miért vett részt, miért jött el erre a mostani rendezvényre? Kaptunk egy értesítőt, hogy sportegyesületeket szerveznek véradás céllal, és hát azonnal igen mondtunk, és bízom benne, hogy az egyesületünkből is sokan eljönnek. Dunaújváros megyejogú városának önkormányzata a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség közreműködésével első alkalommal szervezett olyan véradást, amely kifejezetten egy adott csoportnak szól. Honnan jött az ötlet, hogy megszervezzék ezt a véradást? Hát mindig megpróbálunk az igényekhez igazodni, és ugye mindig megpróbálunk olyan új helyszíneket keresni, és oda menni, hogy az emberek közé, tehát nem egy zárt térbe, és itt jött az ötlet, hogy akkor a sportolókat és a sportszerető közönséget megpróbáljuk ennek a rétegnek megszervezni ezt a véradást. Ha már a szervezésről beszéltünk, mennyi munka van abban egy véradás megszervezésében, hogyan is zajlik ez?
Hát igen, sok. Tehát ugye, mint ahogy említettem már az előbb az éves tervet, tehát ugye nekünk mindig olyan október körül már tudnunk kell a következő év teljes éves tervét, hogy hova megyünk és mit csinálunk. Nyilván a havi finomítás, ugye egy héten kétszer van véradás kedden és csütörtökön, és akkor mindig előre tudjuk, hogy melyik faluba, városba, melyik üzemegységbe hova megyünk ki. Minden egyes helyen van egy még közelebbi véradó szervező, és akkor ő ott a helyi dolgokat lebonyolítja, de sok-sok munka van vele. A nők négyszer, a férfiak ötször adhatnak vért évente, ilyenkor 4,5 deci vért vesznek le. A rendszeres véradás 65 éves korig engedélyezett, a biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500 000 önkéntes véradományra van szükség. A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Kirendeltsége keddenként és csütörtökönként szervez véradást a város különböző pontjain. A DSTV stábjának egy tagja vállalta, hogy 4 héten keresztül a Max Payne edzőterem vezetője által előírt edzésmunkát végzi el. Az elért eredményekről minden héten beszámolunk. Általában az alapszárnak dolgozni, de gyakorlatilag minimális pihenővel. A kardió edzésforma gyakorlása során a magas pulzusszám, valamint a hozzákapcsolódó magas intenzitás a lényeg, míg az aerób más néven izomnövelő edzés esetében inkább a monoton jellegű mozgás a jellemző, amit alacsony pulzusszámon végzünk. A két edzésformát nagyon sokszor összetévesztik, méghozzá nem véletlenül, hiszen az aerób edzés is jó hatással van a szívre és az érrendszerre. Éppen ezért tekinthetjük egyfajta alacsony intenzitáson végzett kardió edzésnek is. A szálkásításhoz és a zsírégetéshez például nagy segítség ez az edzésforma, bár az aerob edzés is égeti a zsírt, az intenzitás miatt csak kevésbé tekinthető hasznosnak. A kardio edzés ugyanis fokozza az anyagcserét, ezáltal már a rövidebb ideig tartó, de intenzívebb mozgás is megfelelő lehet abban az esetben, ha csak fogyni szeretnénk. Próbálunk egy kicsit forogni, azért ne egy izomcsoportot dolgoztassunk állandóan. A kardió edzés összességében mindenkinek ajánlott, leginkább a szálkásításhoz és a zsírégetéshez, valamint az állóképesség növeléséhez szükséges mozgásforma. Mennyiben volt ez az edzés más, mint az eddig megszokottak? Én érzem, de mondjuk el a nézőknek is. Hát ez a mai edzés, ez egy nagyon intenzív kardió edzés volt. Gyakorlatilag az egész edzés folyamán a légzés számot, a pulzus magasan tartottuk. Egy nagyon erős állóképességjavító edzésről van szó. Gyakorlatilag meg a maradék zsírt, ami a testet felületén található, azt garantáltan elégettük. Miért van az, hogy az edzéseken gyakorlatilag nem ismétlődnek az elvégzendő feladatok? Hát ez a mai kardio edzésen azért fontos, hogy minden izomcsoportot átmozgassunk. Gyakorlatilag mivel az egész testet szeretnénk fejleszteni, így minden izomcsoportot szeretnénk így megmunkálni. Ebből fakadnak azok a feladatok, hogy mindig más mozgatunk. Harmadik hetéhez érkezett a Max Payne edzőterem, valamint a DSTV közös projektje. Stábunk egy tagja végigcsinál egy mesteredző által összeállított 12 alkalomból álló programot. Az első hét alapozó jellegű gyakorlatai után a második héten az erőfejlesztés volt a cél. A harmadik etapban pedig kardioedzésekkel igyekeznek elősegíteni a minél hatékonyabb zsírégetést. Az utolsó turnusban ismételten az izomfejlesztés, valamint az erőnövelés lesz a cél. Ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!